Kedves nézőink, én most arra kérem önöket, hogy egy picit csendesedjenek le, üljenek kényelmesen, és hallgassanak meg minket. Ritkán beszélünk ilyen témákról, és amikor azt mondjuk, hogy emlékeinkben őrizzük tovább, akkor egy tévéműsorban sokszor arra gondolnak, hogy valami neves, jeles magyarra fogunk emlékezni. Most viszont mi arról szeretnénk beszélni, hogy milyen nehéz elbúcsúzni a szeretteinktől. És ennek sokféle válfaja lehet. Mi most szeretnénk egy olyat megmutatni, ami talán más országban már nagyon általános, nálunk ritkábban találkozhatunk vele, és én megismerkedtem egy olyan hölgyel, aki erről azt hiszem, hogy nagyon sokat és nagyon bensőségesen fog nekünk beszélni, és talán segítséget is nyújtunk önöknek, amikor tanácstalanok. Úgyhogy szeretettel köszöntöm Góhér Zsuzsát, aki köszönöm. Polgári búcsúztató, és bizony ezzel a fogalommal nem nagyon találkozunk, úgyhogy kezdjük azzal, hogy mit jelent az, hogy polgári búcsúztatás. Köszönöm a kérdést, és köszönöm a figyelmet is, ami felém irányul. A polgári búcsúztatás nem jelenti azt, amit a nagy többség gondol, tehát nem egy abszolút ateista, teljességében a hittől elforduló fogalomkört kell itt elképzelnünk. Nyilvánvalóan nem kötődik felekezethez, vallási hovatartozáshoz, abszolút az embert helyezi, mint személyiséget a középpontba. A polgári búcsúztatás egy temetési és szertartás forma, amely annyiban tér el az egyházi szertartásoktól, hogy nem kötődik liturgiához. Ez az előnye és ez a hátránya is, nagyon személyes dolog. Tehát mondhatjuk azt, hogy akit búcsúztatunk, ha ő vallásos volt és szeretné ezt megemlíteni, akkor elmondjuk egy ilyen szertartáson, vagy ha meg egyáltalán nem kötődött valláshoz, akkor is egy különleges polgári szertartásban van része. Igen, a hangsúlyt abszolút az életére, az emberi mi voltára helyezzük, és emellett bármi kaphat még szerepet ebben a szertartási formában, tehát valóban úgy, ahogyan mondta Glória, meg lehet említeni bárkinek, sőt érintőlegesen is át lehet vezetni egy vallási jellegű szertartásformát. Tehát van arra példa, hogy bármelyik történelmi vallás képviselőjével közösen zajlik egy ilyen szertartás. Nem kell merevnek tekinteni ezt, tehát nyilvánvalóan aki a polgári búcsúztatást végzi, elsősorban ő alkalmazkodik a vallási szertartásrendhez, hiszen mi illeszkedünk be egy egyházi szertartásba, ceremóniába, de abszolút van erre példa, nem egy, nem kettő. Na most Zsuzsit annyira szeretik, hogy így is szólítjuk, hogy Zsuzsi, és nekem is megengedte, hogy mondjam azt, hogy Zsuzsi, ami egy kicsit könnyebb, mert ugye azt hinnénk, hogy hú, hát ez egy nagyon komoly hölgy, aki búcsúztatót mond, és ha önök is látják, ez a búcsúztatás inkább szeretetteljes, ugye? Majdnem, hogy egy ceremónia mester a búcsúztató. Igen, csúnya szó lesz, és nem is szívesen használom, de moderálni kell egy bizonyos szinten egy-egy temetési szertartást. Amellett pedig az, hogy ez nem feltétlenül egy komoly és merev személyiséget kíván meg, az talán pontosan azért van, mert aki a halál közelében jár, annak az életbe vetett hiten ő meg, az sokkal inkább kezdi értékelni mindazt, amit az élet mutat, ad, és szerintem ez látszik meg az én személyiségemen is, ha látszik. Ahogy most mi Zsuzsit nézzük, önök is látják, hogy egy kedves személyiség, akiben megbízunk, hiszen nagyon elárvultak vagyunk egy temetésen, tele vagyunk fájdalommal, hiszen elveszítettünk valakit, és a legkevésbé sem akarunk ott szervezkedni, rendezkedni. Örülünk, ha valaki ezt tőlünk átveszi. És én úgy gondolom, hogy a polgári búcsúztatónak ez az egyik feladata, hogy mindenre felügyel, a másik feladata pedig, hogy megemlékezik az elhunytról. Jól gondolja, Glória. Tehát valójában így van, az ember igyekszik mindenben megkönnyíteni
mások dolgát ebben a helyzetben, ebben a nehéz és nagyon speciális helyzetben, amikor mindenki szorong, és mindenkiben rengeteg a fájdalom és a félelem. Azt meg kell említenem, hogy maga a temetés egy csapatmunka, tehát ott igazán én nem felügyelem az ott dolgozó kollégákat, esetleg kolléganőket, hanem inkább a családnak próbálok egyfajta lelki támaszt nyújtani, hiszen aki a temetésen más funkcióban, más munkakörben részt vesz, az ugyanolyan jól tudja a dolgát optimális esetben, és úgy végzi a feladatait, hogy az mindenki megelégedésére szolgáljon. Feladat a vigasztalás, és feladat az, ami egy nagyon nehéz élethelyzet ez az egész, hogy az ember ne tekintse önmagát ott szereplőnek, tehát ne akarjon szerepelni, ne akarjon magát középpontba helyezni, és túlságosan kihangsúlyozni. Az én szerepem ott az, hogy mindazokat a gondolatokat, érzéseket megpróbáljam megjeleníteni, amelyeket a család vagy nem tud, vagy nem szeretne személyesen megjeleníteni. Mondhatjuk azt, hogy minden búcsúztatás más. Igen, minden búcsúztatás más, nem léteznek sablonok, klisék, és nem is szabad ilyeneket használni, mert mint emberek is teljesen egyedi, egyszerű és megismételhetetlen, pótolhatatlan csodák vagyunk, ahogy erről Kosztolány olyan gyönyörűen írt, de ugyanígy, amikor búcsúzunk az életünktől, vagy a szeretteinktől, vagy ők búcsúznak tőlünk, az sem lehet sablonos, és nem lehet klisék alapján megtervezni. Tehát akkor mondhatjuk még azt is, hogy az elhunytból indulunk ki, illetve a családjából? Így van. Mindenféleképpen az ő személyisége. Próbálunk abba belehelyezkedni, hogy ő vajon mit szeretne, amit nyilván már nem tud elmondani. Volt már rá példa, hogy valaki tökéletesen tisztában volt azzal, hogy a sorsa előbb-utóbb beteljesedik, és végleg elengedi a kezünket majd, mert nem tudja tovább fogni, és megfogalmazta, leírta, összeállította azt, amit a saját temetésé szeretne, hogyha elhangzana róla vele kapcsolatosan, de ez nagyon-nagyon ritka, ehhez azért nagy lelki erő kell, és jövőbelátás, ami nincsen meg bennünk. Hát igen, nem gondolunk rá, de talán ez is a jobb, ez a jó. Ettől tudunk jól élni. Viszont akkor a sok információt az elhunytól honnan kapja? Minden családdal személyes találkozón, személyes megbeszélésen igyekszem az otthonukban felkeresni őket, amennyiben erre nincsen lehetőség, vagy ők nem tartanak rá igényt, akkor egy más, esetleg semleges helyszínen, vagy bármilyen olyan módon tudunk kommunikálni egymással, ami nekik kényelmes. Tehát elsősorban alkalmazkodom az igényeikhez, amit szeretnének, és hogyha mi beszélünk egymással, ez nyilván nem egy kétperces beszélgetés, akkor ebben én megkapok minden olyan lényeges információt, amire szükségem van ahhoz, hogy össze tudjam állítani, meg tudjam írni ezt az úgynevezett búcsúztató beszédet. Tehát akkor tulajdonképpen a beleélés az egy nagyon fontos tehetség és eszköz is egyben, hiszen meg is kell nyitni a családot, hogy úgy tudjanak beszélni, hogy amilyen Igen. valójában volt. Nekem az egy elképzelésem, hogy bár nem ismertem az elhunytat, de mikor odaállok, akkor olyan kell, hogy legyen ez a megemlékezés, mintha én személyesen jól ismertem volna őt. És ehhez kérem a családtagok segítségét, a barátok segítségét. Nyilvánvalóan nem mindenkinek van erre igénye, nem mindenki szeretné ezt. Tehát van, aki egy teljesen egységes és semmi személyes adatra ki nem térő megemlékezést szeretne. Én nem kutatom, hogy ennek mi az oka. Ők így szeretnék, és én pedig azt csinálom, amit ők szeretnének. Tehát akkor tulajdonképpen mindig a családhoz lojális. Amit ők kérnek, abból igyekszik. Ez egy nagyon fontos szempont, bocsánat, hogy közbe vágtam. Nagyon fontos szempont, nagyon-nagyon jó kérdésnek tartom, mert egy búcsúztatónak elsősorban a gyászoló családokhoz kell lojálisnak lennie. Senki máshoz, gyakorlatilag. Ezért egy nagyon nagy segítség, mert néha úgy érzem, hogy bensőségesebb tud lenni, szeretetteljesebb tud lenni, mintha egy egyébként megszolgott liturgiát követnének. Ön beszél egyedül az elhunytról, vagy van lehetőség megszólítani másokat, akik szerették vagy ismerték? Mindenre van lehetőség. Tehát
ennyiből is rendkívül szerencsés, hogy nem merev koreográfia, idézőjelben csúnyos szóval szerint haladunk, hanem olyan is történhet, hogy nagyon sokan beszélnek, olyan is történhet, hogy kevesen, és olyan is, hogy csak én, amit a család szeretne, amire nekik igényük van, de az nem történhet meg, hogy bárki a család előzetes jóváhagyása és hozzájárulása nélkül ugrik elő, és dönt úgy, hogy ő búcsúzik, tehát ehhez mindenképpen a család hozzájárulása szükséges. És hogyha például kívánnák, mondjuk az irodalom, szóval mivel lehet még színessé tenni? Említette Kosztolányit, tehát én úgy érzem, hogy szereti a verseket. Belefér-e egy ilyen búcsúztatóba az irodalom? Bele kell, hogy férjen. Mindenféleképpen, tehát a beszéd felépítése általában egyfajta általános gondolatkörrel kezdődik, és néhány általános gondolattal, amiután rátérünk az elhunyt személyes élettörténetére, esetleg a tulajdonságaira, az ő jellemző szokásaira, bármire, amit a családja szeretne hallani, megemlíteni. És ebben az általános részben is van versidézet, esetleg irodalmi idézet, és a beszéd lezárásaként is egy keretes szerkezetben ugyanezzel zárom be. Én azt gondolom, hogy a mi költőink, íróink olyan gyönyörű gondolatokat jelenítettek meg, hogy azokat vétek lenne ebből kihagyni. Számít-e, hogy az elhunyt az egy társadalmi szereplő volt, vagy csak egy egyszerű ember, esetleg nem volt olyan jó ember, ezeket hogy lehet ember kezelni? Volt. Ember volt. Ember volt, és ebből a szempontból számít és nem számít. Ha a családja úgy gondolja, hogy jelentős, nagyformátumú szerepet töltött be, mondjuk olyan személyiség volt akár egy helyi társadalmi életben, akár egy munkahely kollektívájában, akár bárhol, akkor nyilvánvaló, hogy ezt megemlítjük, de hogyha semmi ilyen szerepe nem volt, valakinek akkor is ő volt a legfontosabb. Ez nagyon szép. És akkor most egy-két ilyen praktikus, meg gyakorlati kérdésem lenne, hiszen a kíváncsiság itt is bennem van. Például az öltözködés. Önnek mivel kell rendelkeznie, vagy vannak-e szabályok, hogy ön hogy jelenik meg? Igen, vannak írott és íratlan szabályok is, tehát semmiképpen nem lehet az öltözékem kihívó, nem lehet frivol, nem lehet olyan jellegű, ami bárkiben bántó érzéseket ébresztene, de természetesen ez nem azt jelenti, hogy tetőtől talpig feketében kell megjelennem. Ha a család elképzelése és elvárása az, hogy ez így történjen, akkor ez így történik, de hogyha ők jobban preferálják a fehér színt, vagy bármilyen más, volt már arra példa, hogy lila szín volt az elhunyt kedvence, és ő azt kérte, hogy mindenki lila ruhában legyen, akkor természetesen ehhez én is alkalmazkodom. Vannak még egyéb nehézségek, hiszen a temetések a legkülönbözőbb temetőkben, vagy akár nem is egy városhoz kötődően vannak. Ez milyen nehézséget jelent? Hát igen, nagyon jó a kérdés ismét. Temetési helyszínek fellazultak, tehát már nem csak temetőben búcsúztatunk, már búcsúztatunk erdőben, vízparton, magánházaknál, az elhunyt kedvenc tartózkodási helyén, bárhol. Ide azért más felkészülés szükségeltetik, mint egy temetőben, ahol esetleg adottak a körülmények, a mikrofon, a hangosítás, a zenei aláfestés, tehát ott egészen más, mint egy magánháznál, de ezt is az előzetes megbeszélés alkalmával mindig igyekszem felderíteni, és akkor ehhez mérten készülök föl. Tulajdonképpen ez olyan egy kicsit, mint egy művész, aki bizony hónapokig készül, egy színész az próbára jár, nyilván önnek a megbeszélések sora, a helyszín megtekintése jelenti a felkészülést, viszont akkor ez nagyon megerőltető, hiszen ebből is van talán, hogy egy nap nem is egy van, vagy éppen messzire kell utazni. Így van. Megerőltető lenne, ha nem szeretném ennyire. Azt én érzem, hogy úgy tud erről beszélni, hogy még én is kellemes érzést kapok, egy kicsit jobb kedvű leszek. Persze most nekem nincs nagy fájdalmam, de gondolom, hogy azoknak meg ez nagyon nagy segítség, akik éppen elvesztettek valakit. Azt gondolom, hogy az, hogy a végtisztesség az tisztesség legyen, az egy nagyon fontos dolog, és nekem az a feladatom, hogy ebben segítsek. Úgy is tekintek magamra,
ilyen esetekben, mint egy közvetítőre. Uh-huh. Az utolsó szó vagyok a családok és a hozzátartozóik között. Említette, hogy tulajdonképpen mindenki végzi a maga munkáját, hiszen van egy temetkezési vállalkozó általában ilyenkor. Ez egy ilyen egymás melletti lét. Igen, nem kell szeretnünk egymást a temetkezési vállalkozóval vagy a kollégákkal, nem kell semmiféle nem kötelező baráti kapcsolatot kialakítanunk, bár az évek hosszú sora alatt van, akivel természetesen ez is így sikerül, de nekünk közösen kell létrehoznunk valamit egy harmadik résztvevő teljes megelégedésére, és a közös cél érdekében kell dolgoznunk, és ezt nem szabad szem előtt téveszteni. Ki az, aki kérheti? Tehát hogy történik mindez? Kétféle útja, módja van a dolognak. Vagy a családok közvetlen személyes megkeresése felém, vagy amikor a temetési szertartást megrendelik, és a temetkezés irodáján az ott dolgozó kolléganővel, kollégával a részleteket egyeztetik, akkor az a másik lehetőség, hogy rajtuk keresztül jutnak el hozzám. Tehát bátran nem kell félni, meg kell önt keresni, és azután nincs olyan, amit, ahogy én érzem, ne tudnának megbeszélni. Én is így gondolom, legalábbis szeretem hinni, hogy így van. Még egy utolsó kérdés, mennyivel hamarabb kell szólni? Hiszen ilyenkor annyira kevés az idő. Előfordult már olyan, hogy előtte való nap kerestek meg, és úgy alakult, hogy tökéletesen jó volt az az időpont, amire a felkérés vonatkozott. Az általános az, hogy egy-két héttel előtte, néhány nappal előtte, tehát, de van most már augusztus végén is olyan temetésre felkérésem, ami már most be van írva a naptáramba. Uh-huh. De próbálkozni kell, és akkor, ha pedig nekem ez éppen nem alkalmas, akkor biztos, hogy tudok ajánlani olyan kolléganőt vagy kollégát, aki ugyanígy áll a munkájához, vagy a feladatához, mert ez nem egy munka, hanem egy életfeladat, és biztos, hogy tudok segíteni abban, hogy megtalálja mindenki azt, akit meg kell találnia. Hát kedves Zsuzsi, én nagyon köszönöm, hogy mindezt elmondta, mert nehéz erről beszélni, megint csak ezt tudom mondani. Viszont örülök, hogy talán önöknek is tudtam ezzel segíteni, és abban is segítek, hogyha gondolják, hogyan tudnak érintkezni Zsuzsival, hogyan lehet vele beszélni, hiszen talán ez a legnehezebb, de egyben a legkönnyebb is. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a beszélgetést. Én köszönöm a meghívást, köszönöm a figyelmet, és mindenkinek nagyon sok erőt kívánok, akinek fájdalma van.